pirosban miséznek a görög katolikus papok a húsvét előtti nagyböjt idején. A napokban Hajdúdorogon készültek ezek a felvételek, ahol Kocsis Fülöp érsek metropolita végezte az előszenteltek liturgiáját. A görög katolikus templomokban azonban mostantól nem látni ilyen jeleneteket. A Nyíregyházi Egyházmegye püspökének szerdai rendelkezése szerint a nyilvános templomi szertartásokat felfüggesztették a koronavírus miatti veszélyhelyzet idejére. A híveiktől azt kérjük, hogy otthon imádkozzanak, otthon, főleg azokban az órákban, amikor tudják, hogy most kellene templomba lenni, üljenek le, vegyenek elő egy szentírást, imakönyvet, család gyújtson gyertyát, öltözzenek fel ünnepélyesen, adják meg a méltóságát mindennek, hiszen nekik is nagy szükségük van arra, hogy ezekben a nehezen értelmezhető napokban komoly lelki táplálékot és erőt kapjanak a közös imádságban. Püspök atya külön kért mindenkit, hogy este 8 órakor a családi házában, lakásában, családtagjai körében gyújtsanak gyertyát, imádkozzunk közösen országunkért, nemzetünkért, a vírus elmúlásáért, lelki erősségét. A helynök hozzátette, közös felelősségünk, hogy minimálisra csökkentsük az egy légtérben való találkozások lehetőségét. A híveknek azonban nem kell teljesen lemondaniuk a szentmisék megéléséről. Online egyre több felületen közvetítenek ilyet, emellett televíziónk is sugározza a görög katolikus média központ által rögzített szertartásokat. A templomok pedig továbbra is nyitva vannak, így egyénileg bárki elmondhat egy imát. Szabó Tamás ugyanakkor inkább az otthonmaradásra buzdít mindenkit. Hiszen az imádságnak nem is annyira a helyszínen, sokkal inkább a lelkülete fontos. Igenis, van egy felelősségünk. Krisztus a fele baráti szeretetben arra kér minket, hogy tegyünk meg mindent fele barátainkért, embertársainkért, ami most jelen esetben az, hogy otthon maradunk, imádkozunk, és megpróbáljuk ezt az időt, amit kaptunk minőségi időként felhasználni arra, hogy a közvetlen szeretteinkkel, akikkel együtt élünk, egyháztartásban vagyunk, megerősödjön a kapcsolatunk, és hát arra is, hogy az Úristen felé fordulhassunk. A papokat a folytatásban is a liturgikus rend megtartására kérte a megyés püspök, mivel a liturgia közösségi cselekmény, ha nem is a hívek, de családtagjaik jelenlétében el tudják azt végezni. A helynök elmondása szerint ebben az időszakban imádság és böjt által tudjuk segíteni azok munkáját, akik a veszélyhelyzet elmúlásán dolgoznak. Az elmúlt napokban egyébként más egyházakban is elrendelték a nyilvános szertartások, istentiszteletek megtartásának felfüggesztését.